Szeretettel köszöntöm Felmerült című magazinunk nézőit, és köszöntöm a stúdió a Fekete Lajos képviselő urat. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Lajos, azon kívül, hogy Marcalé város önkormányzatának a tagja vagy, az egyes számú választókerületet képviseled, azon kívül mesterszakácsként is ismerhetnek Somogy megyében és az országban. Kérlek egy kicsit, mesélj magadról a nézőknek. Hát Fekete Lajos vagyok. Tőzsgyökeres Marcalinak mondhatom magamat, mert az iskoláim és a honvédség kivételével mindig is itt laktam Marcaliban, most is jelen pillanatban is a marcali bizei városrészben élek feleségemmel. Két felnőtt fiam van, Keszthelyen végeztem a vendéglátóipari szakközépiskolába még az őskorban, 80-as évek közepén. És hát úgy látszik, hogy ez azért a családba is egy kicsit ráragadt a gyerekeimre is, mert mind a két gyerekem is ott végzett Keszthelyen a VSK-ban. Jelenleg utána szakácsként dolgoztam, majd most már 21. éve vállalkozóként dolgozok. Először a Kék Madár éttermet csináltuk a Penny mellett, most pedig a Helvécia éttermet csinálom most már 5. éve. Egy ilyen kisvárosban megy az étterem? Mert ugye mindenki a Balatonpartra asszociál, ha vendéglátás. Igen. Na most mi egy kicsit különlegesebb helyzetben vagyunk, mert nekünk úgymond mindig van valami plusz a vendéglátásban, olyan, amivel él az ember, azzal a lehetőséggel, plusz lehetőséggel, akkor tud csak fönnmaradni. Tehát én nekem kezdődött azzal a szerencsés helyzetben voltam, hogy a Mustanghoz, amikor még volt Marcaliban Mustang, akkor én hordhattam az ebédet, az se jelentett keveset, utána abban maradt a Mustang, akkor a sors úgy hozta, hogy a hétszínvirágiskolások hozzám jöttek ebédelni, akkor az volt az átmeneti időszakban, akkor amikor a megyei önkormányzat elvette, akkor utána kerültünk az új helyre, most pedig Marcaliba a szociális étkezésnek az egyik felét én csinálom. Tehát azért mindig van valami plusz, ami még a vendéglátás, az igazi vendéglátás mellett még hozzájön ehhez az egészhez. Most már annyival könnyebb helyzetben vagyok, hogy családi vállalkozás, háromnegyedrészt családi vállalkozásba csináljuk, mert a feleségem is szakács, diétás szakács, a nagyfiam, a nagyobbik fiam, ő bent van a pultba. Ő is itt van, hát a kisebbik, ő egy kicsit azért a vendéglátástól elszakadt, mert ő teljesen más területen dolgozik, de azért hárman visszük így a primet az üzletben. Hát azon kívül még 2016 óta az országos jegyzékben vagyok, a vizsgabizottsági tagi jegyzékben szereplek, és a szintvizsgabizottsági elnöki jegyzékben. Tehát jelent? Az azt jelenti, hogy vizsgáztatni járok, a szakmai vizsgákra járok vizsgáztatni, illetve a most kezdődő, a tavasszal kezdődő szintvizsgákra megyek szintvizsgabizottsági elnöknek. Tehát azért a képviselőség mellett azért van teendőm még bőven. Itt a környékben állandóan hirdetik, hogy szakácsot, felszolgálók, pultosokat keresnek. Ennyire hiány szakma ez? Hát ez ugyanolyan hiány szakma, mint általában szerintem most már az országban nagyon sok szakma. Itt alapvető gondok vannak, tehát én foglalkozok most már 2002 óta, mondhatom azt, 2005 óta, hogy foglalkozok tanulókkal. Tehát én látom a tanulóknak a képességeit, tehát a hozott képességeit és a szerzett képességeit is. Tehát egyik, hogyha nagyon-nagyon finoman szeretnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy egyik sincsen olyan szinten, hogy tisztelt a kivételnek, mert kivételek mindig vannak, de egyik sincs azon a szinten, amire azt mondhatom, hogy valóban olyan jó szakemberek lesznek. Tehát eleve annyira fölhigult a szakma, a vendéglátás is, hogy ez is az egyik oka annak, hogy az ember nem talál, mert azt mondja, elvégzi a szakácsiskolát, tehát a szemem előtt nőnek fel ezek a gyerekek, elvégzik a szakácsiskolát, fogja, kimegy külföldre, elmegy ki külföldre mosogatni, még azzal is többet keres, mint itthon a szakmába. Igaz, hogy lehet, hogy a szakmába se sokra mennénk fele, de legalább valahol valakinek mindig el kell kezdenie, de ők még nem foglalkoznak azzal, hogy ők valóban a szakma szeretete, hanem inkább kimennek külföldre mosogatni, többet keresnek vele. Tehát nagyon sok minden közrejátszik azért abba, hogy
szakember hiány van nálunk is, de én úgy gondolom, hogy a felhozatal se olyan, mint amilyennek kellene valójában lennie. És akkor a vállalkozás mellett térjünk át a közéleti munkásságodra. Speciális helyzetben vagy, hiszen az egyes számú választókörzet Marcaliban két részből áll. Kérlek, akkor mesélj egy kicsit erről a munkáról, és egy kicsit azért az elmúlt évet is értékeljük, hogy sikerült, mik valósulhattak meg. Igen, hát tényleg valóban speciális ez a helyzet, mivel úgymond település a településben a városrész, akinek városrésze van, az nagyon jól tudja. Tehát sokan mondják bent a Marcaliban is, mert hogy itt készül, itt ez készül, itt az készül, tehát azért tudomásul kell venni mindenkinek azt, hogy egy városrészi lakos, és most ezt minden városrészre értem, nem úgy van vele, hogy fogom magamat, fölülök a biciklire, vagy elindulok gyalog, és 5 perc alatt ott vagyok az Európa Parkban, ahol rendezvények vannak. Nem úgy vagyok vele, mint kimegyek a nagy rendezvényekre, a piasztérre, és megnézem a rendezvényt. Elmegyek egy színházba például, elmegyek ide a Korzóba, a moziterembe, vagy akárhova, tehát akár a bevásárlástól, tehát mindenbe korlátozott azért a tevékenység lehetősége mindenkinek a városrészbe. Hát szerintem ez nem csak a Bizei, azért mondtam, hogy ez általános. Tehát ez mindegyik városrészre érvényes, mert sehol nincsen színház, sehol nincs az Európa Park, sehol nincsen mozi, sehol nincsen bevásárlóközpont. Tehát boltok vannak, de bevásárlóközpont nincs, és akkor azért, amit igazából meg akar venni, az egy helyen megvesz mindent a bevásárlóközpontokba. Úgyhogy ezért is kell általában ott a rendezvényeket. Ami itt a Marcalit illeti, Marcaliba igazából én a legnagyobb dolognak azt tartom, hogy 15, közel 16 éves várakozás után most már végre sikerült a Fecska utcának az aszfaltozása. Hát ami azért is nagy dolog, mert azért a 21. században egy olyan utca, amelyik földes utca ment a városba, tehát azért az eléggé csúnyán nézett így ki. Na most ezzel kapcsolatban is voltak olyanok, hogy tehát amikor azt mondja valaki, hogy a jó se tetszik, tehát én úgy gondolom, hogy jól csinálták, meg szakmailag is jól csinálták, meg külalakra is jól néz ki az út. A minőségéről meg annyit, hogy érkezett vele kapcsolatban egy feljelentés a Somogy megyei rendőrfőkapitánysághoz, amit a Somogy megyei rendőrfőkapitányság meg is szüntetett fellebbezés nélkül, tehát fellebbezésnek helye nincsen. Szakértőkkel megmérették, azt kifogásolták, hogy az aszfalt, ami elkészült, az 3 centi vastag lett, a szélessége megfelel, 3 centi vastag lett, nem pedig 5, amit a pályázó vállalta, hogy ennyit csinál aszfaltot, ekkora vastagsága aszfaltot csinál. Na most a szakértők megmérték ezt az aszfaltot, 6 cent is lett az aszfalt, tehát ezek után nincs miről beszélni, tehát lehet küldözni, meg lehet ezeket írni, csak akkor hozzá kell tenni a tisztánlátás kedvére azt is, amiben van egy jogerős határozat, ami meg kimondja azt, hogy a szakértő megállapította, hogy ezt már túl is teljesítették a tervet. Tehát erről csak ennyit szeretnék mondani. Igazából örüljünk neki, hogy elkészült, meg én személy szerint örülök neki, hogy ez elkészült. Akkor ami még úgy gondolom, ezek az apró dolgok, amik a lakosság közérzetét, komfortérzetét javítják, tehát ilyen például a Honvéd utca, Szigetvári utca közti Lehel utcai szakasznak a járda letisztítása, ott is lakossági megkeresése, idős emberek nem tudnak eljárni a járdán, mert annyira benőttem a gaz, nem tudnak a gyerekek, nem tudnak elmenni, az úton járnak a gyerekek iskolába. Tehát az is gyönyörűen ki lett tisztítva, most ilyenkor látszik, amikor nincs akkor aljnövényzet, hogy a járda normálisan ott ki lett pucolva, és normálisan el lehet járni a járdán. Most ez köszönhető, és itt is meg szeretném köszönni a jelenlegi Gomez vezetőnek a munkáját, mert maximálisan együtt tudunk működni, tehát én kívánom mindenkinek, hogy ilyen vezetők legyenek a cégeknek az élén, akik ennyire odafigyelnek, és tehát szociálisan ő is annyira érzékeny körülbelül, mint amennyire mi. Ez egy megint egy hozzátartozó dolog a képviselői munkához, hogy miért is csinálom most egy pillanatra.
más vizekre tévedve, miért is csinálom. Tehát én úgy gondolom, hogy az én igazságérzet küszöböm az sok mindent már nem tud elviselni sokszor. Tehát amikor igazságtalanság történik, amikor úgymond valótlanságokat állítanak, azt nehezen tudom elviselni. És úgy gondoltam, hogy így sokkal jobban tudom azoknak az embereknek a szűkebb környezetem, vagy most már így a tágabb környezetemnek az érdekeit képviselni, hogyha ezt meg tudom csinálni. És szorosan kapcsolódik még a tavalyi teendőkhöz ezzel kapcsolatosan az, hogy a kettes számú választókerületnek a képviselőivel közösen több karitatív akciót csináltunk, tehát ugyanúgy, mint a ruhaosztások, például az ingyenes ruhaosztásokat, akkor a karácsonyi, most már talán hagyományosnak lehet mondani, mert ez a harmadik évi karácsonyi ételosztás volt, amit csináltunk. Tehát ennek is úgy látom, hogy azért szomorú, de van rá igény erre az ételosztásra is. Úgyhogy, mennyire elidősödő ez a körzet? Hát sajnos ugyanúgy, mint általában a városrészekbe jönnek az elhagyott lakások, az idősebb generáció sajnos elmegy, és helyette a fiatalok közel van minden, Marcaiban megkapnak mindent, tehát nincs még kiépítve úgy az infrastruktúra arra fele annyira, hogy a városrészekbe szívesen jöjjenek a fiatalok. Tehát eléggé elidősödött a városrész is, de nem csak a városrész, hanem talán Marcalinak az a része is, amelyik hozzám tartozik, ez a déli része is idősebb a korosztálynál. Most itt mellette még a tavalyi elkészült dolgoknál vannak, amiket minden évben most már megrendezünk, ez a nyári rendezvény, pont azért, hogyha esetleg valaki nem megy el az Európa Parkba, akkor a nyári várdombi rendezvényünkre el tud jönni. Ezt is most már harmadik éve rendezzük meg. Akkor tulajdonképpen itt az egyéni problémák, amik vannak, itt mondhatok olyat, hogy idős bácsinak le van szakadva a hídja, a bejárója, utána ez már láncreakciót vált ki, mert utána nem folyik el a víz, le van szakadva a híd, nem folyik el a víz, a szomszédnál megáll a víz. Tehát ezt is a Gamesszal, hála Isten, sikerült rugalmasan megcsinálni. Járdafedlapokat, ami már sajnos 3 éve aktuális lett volna, és én 3 éve szorgalmaztam, azóta nem készült el. Most 3 nap alatt a két olyan fedlap van a körzetemben, amelyik életveszélyes volt. Járólap volt, amelyik fölemelkedett, vagy az ág nyomta föl, a fa ág nyomta föl, vagy pedig nem tudom miért emelkedett föl, de helyreigazították, megcsinálták. Tehát ezek a Dózsa-György utca, Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződése például, ami nem kis utána járás volt annak, hogy olyan tiszta jelen pillanatban, ott tisztán belátható, mint amilyen nem nagyon volt még. Ott azért egyeztetni kellett a kapitányúrral, egyeztetni kellett az ott lakóval, kivágatni azt a fát, ami ott volt túlja. Akkor a lefelé jövő hordalékot lehozta az árokba a másik oldalára, a déli oldalára, az esővíz bemosta, ott meg az árakot kellett kipucolni, kitisztítani megint a Gamesznek. Tehát ezek olyan dolgok, csak hát itt azért van egy kis félreértés, tehát hogyha a lakosságnál is, mert hogyha én ülök ott benne a szobába, és azt várom talán, hogy a képviselő majd megoldja ezeket a dolgokat. Most a képviselő annélkül, hogy ezeket a dolgokat ne szólnának, hogy ugyan már felmerült ilyen probléma, annélkül nem fogja tudni megoldani. Tehát én azért mondtam mindenkinek az elejétől fogva, hogy tartsuk a kapcsolatot. Az én telefonszámomat szerintem, aki akarja, az mindenki tudja. Engem, aki megkeresett a problémájával, én 90%-ban tudtam neki segíteni. Na most, aki nem keres meg, hanem csak ül a szobába és mondja, hogy el van tömödve az árkom, meg nem ég előttem a villany, a közvilágítás nincsen. Na most erre azért egy-két mondatot csak, hogy a közvilágításnál is végigjártam én például az egész körzetet. Én a önkormányzatnál, éppen az alpolgármesterről megmondhatója, hogy
éppen valamelyik nap mondta, hogy milyen szorgalmasan irogatom én az EON felé. Hát megvan egy felület, ahol az EON felé be kell jelenteni. Tehát most annyi, amit én látok, hogy amit én bejelentettem, körülbelül 10 olyan köztületi oszlopon, ahol nem volt világítás, abból a Szigetvári utcába készült el most 2, ahogy tegnap mentem hazafelé. A Bizei városrészben bejelentettem már lassan egy hónapja 2, utána rá 2 hétre még 2, de azóta se nagyon csinálták meg. Sőt, most már az egyik előtti lámpa se ég, tehát most már duplán egymás mellett 2 nem ég. Tehát ilyen gondok vannak, de ezt én nem tudok fölmászni rá, nem tudom megcsinálni. Én annyit tudok csinálni, hogy utána jelzem ezt az önkormányzat felé, hogy ugyan a 15 nap, egy ilyen elvi 15 napos megállapodás van, a 15 nap lejárt, és még mindig nincs kész a közvilágítás. Tehát azért mondom, ilyenek mindig vannak, meg még amit nagyon fontos elmondani, és ebben a lakosságnak a segítségét kell kérni, úgy gondolom minden fórumon, hogy az árkoknak a tisztítása, tehát a saját árkát, a háza előtt az árkot mindenki, hogyha kitisztítja, és az átereszeket kipucolja, kitisztítja, akkor el tud folyni a víz, akkor se a szomszédnál, se a harmadik, se a negyedik szomszédnál nem fog megállni a víz, és el fog menni az árkba, a vízelvezető árokba. Tehát itt ez lenne a lényeg, hogy mindenki a sajátját sor, és ne a másikra vágj, ne az önkormányzatra várjon mindenki, mert olyan helyzeteket meg lehet, amit az előbb is említettem, ahol be van szakadva a árok, azt meg lehet csinálni, ki lehet pucolni, de azért ennek megvan a külön rendje. Tehát erre mindenkinek lehetősége van, hogy ezt megcsinálhatassa a GAMESZ-szal. Tehát megvan a rendelet, önkormányzati rendelet szabályozza, hogy kinek lehet akár a fűnyírást, akár a hólapátolást, akár ilyen munkát, tehát életkorhoz kötött, egészségi állapothoz kötött, szociális körülményekhez kötött, aki ezeket a papírokat is megfelel a követelményeknek, ő nekik bár minden körülmények között megcsinálja az önkormányzat, a GAMESZ-on keresztül ez ilyen munkákat meg, de aki arra nem hajlandó, hogy bemenjen és bevigyen ilyen papírokat, hát azt, és nekem se szól, mint képviselőnek, azzal én nem tudok mit csinálni, tehát nem tudok mindenkihez oda menni, hogy aztán ugyan mi a baj. Tehát Marcoliban ezek voltak azok, meg mondom az enyhén. Pályázati források is fognak érkezni erre a részre, igaz? Igen, ez már a Marcoliban az idei évre vonatkozó feladatok. Úgy néz ki, hogy nagyon valószínű, hogy májusban megkezdődnek a munkálatok a Dózsatelepen is. Na most ez nem csak kifejezetten a telepet érinti, a telepet is annyiban érinti, hogy a telepen fel lesznek újítva a lakások, tehát megfelelő emberhez méltó körülmények lesznek biztosítva. Az ott lakóknak egyedi vízmérőkkel, egyedi villanymérőkkel felszerelve, tehát azoknak az ütemezéséről folyt múlt héten éppen a polgármester úr adott egy tájékoztatót az ott lakóknak, hogy is milyen ütembe fog készülni. De nem csak ezt fog elkészülni a Dózsatelep, hanem a Spártól nyugatra a Dózsa-György utca, maga az út, a járda fel lesz újítva, tehát ez beletartozik az egészbe, sőt még a Várdombnak, a Jókai utcának, a Vár utcának a bizonyos része is, és a másik oldalon végre talán megoldás születik erre, amit az előbb említettem, hogy jól belátható ez a Dózsa-György utca, Honvéd utca, Ifjúság utcai kereszteződés. Ha itt elkészül a telep, akkor az is, tehát ez egy elég nagy munka lesz, és úgy néz ki, hogy májusban megkezdődnek ezek a munkálatok. Lehel utcába a szennyvíz és a vízhálózatnak a bővítését fogják megkezdeni. Már az idén a tervezésnél tartunk, hogy a tervezőnek a kiválasztásánál tartunk, pályáztatásánál tartunk, és úgy néz ki, hogy az is teljesen meg fog valósulni, és ott is normális körülmények között el lehet haladni majd az úton, mert jelen pillanatban, hogy milyen okokért, az nem biztos, hogy most kellene feszegetni, de sokszor olyan most, és többen panaszkodnak, mert azért egyre több olyan van, hogy szódáért mennek kifelé, tojásért mennek kifelé a hegyre, és jönnek be, és hát sajnos olyan állapotok vannak az úton,
hogy balesetveszélyesek. Felhordják a sarat, és talán, hogyha ez meg lesz csinálva, és normálisan meg lesz a vízelvezetés is meg lesz csinálva, akkor azért ez is sokkal komfortosabb lesz. Az egész följáró, egész a kitalán a TS Molyorig, vagy még följebb, mint ami ameddig most el van készülve. És hát, ha már pályázati forrás, akkor kerékpárúttal menjünk át Bizére. A kerékpárútról annyit tudok, hogy mondani, hogy Mesztenyő, Balatonmária vagy Keresztúr közötti kerékpárútról van szó. Egy picit megelőzzük. Faluba is kerékpárút lesz? Igen, tehát egy picit megelőzzük most a tavalyi évet a bizei szempontból. Előreugrunk a 18-asra, sőt talán a 19-esre is, tehát még ebbe a ciklusba. Jelen pillanatban ez úgy áll, hogy Mesztegnyő a gesztor, tehát Mesztegnyőnek ott tartunk, hogy ő próbálja meg kiválasztani most májázat útján, vagy ilyesmi útján a tervezőt. Tehát megpróbálják először megterveztetni, utána azon a részen jövünk errefelé. Úgy néz ki, hogy ez bizét annyira a városrészt abból a szempontból fogja érinteni, hogy a keleti oldalon fog elmenni a kerékpárút. Tehát ami azt jelenti, hogy a keleti oldalon a járda az végig vezet egész Marcalig. És nekünk annyiból jó lesz, hogy nem kell egyáltalán a járdát, hanem az teljesen járdát is, járdaként is szolgálni fog, és teljesen új lesz a bal oldala, amelyik most a falu feléig körülbelül bicikliút, az pedig nagyon jó lesz járdának, tehát tulajdonképpen ezzel a városrésznek meg lesz oldva a teljes járda felújítása a városrészben. Most hát hogyha már átértünk a Bizére, bizei dolgokról egy pár dolgot. Először is szembetűnő az is, aminek én nagyon örülök, hogy az átutazók, akiknek elvileg semmi köze Bizéhez, csak átutazóban vannak és ismerősök, azt mondták, hogy látszik, hogy óriási változás van, látszik, hogy itt valami történt, mert sokkal tisztább, sokkal élhetőbb a falu jelen pillanatban, mint amilyen volt. És ezt nagyba köszönhető annak, hogy odafigyelünk, állandóan virágosítunk, minden évben megkapjuk ősszel-tavasszal a virágokat, kiültetjük, Agamesz ládákat csinált ki, virágos ládákat, amivel kiültetjük, akkor van egy olyan közmunkásunk, aki valóban a helyzet magaslatánál állandóan, és ő tényleg reggel 5 órakor megy már az öntözőkannával, és öntözi a virágokat, a parkot rendbe tette, a játszóteret rendbe tette. A tavaly lett teljes kész Csikós Nagy Márton művész úrnak az alkotása, két gólyaszobor, amit nyugodt szívvel ajánlhatok mindenkinek, hogyha arra jár, akkor nézze meg, mert szép környezetben egy szépen megépített szobor, tehát le a kalap előtte. És ami még nagyon fontos, hogy megalakítottuk tavaly előtt a Bizér Szabadidős és Kulturális Egyesületet, amelyiknek jelen pillanatban én vagyok az elnöke, és hát nagyon sok olyan dolgot csináltunk, ami kevésbé, tehát a városrész hasznára ment inkább, és a városrésznek nem terhelte a kasszáját. Tehát úgy, mint a szoborba is például elég sokat áldozott a Szabadidős Egyesület, akkor a nyári rendezvények, minden évben a rendezvényeknek a sorában a második, mert az első, amit az Egyesület szervez, mindig a nőnapi. Tehát a nőnapkor egy cserép virággal kedveskedünk a falu összes hölgy lakójának, kivisszük, az Egyesület elnöksége kiviszi ezt a virágot és átadja a hölgyeknek. A második olyan nagy rendezvényünk a nyári rendezvény a falunapi rendezvény, ezt is a jó részt támogatta azért az Egyesület. Akkor a Mikulás ünnepség, amit most már hagyományteremtő szándékkal csináltam, 2 éve kezdtem, azt hiszem, vagy 3 éve kezdtem, hát az első évben egy kis baki volt, de
azon túltettük magunkat, tehát én azért nem számítottam arra, hogy azért, tehát ennyire fiatal az ifjúság, hogy ezek a úgymond karonülő gyerekek még nem nagyon tudták értékelni, tehát inkább úgy döntöttünk a második, harmadik évben már, hogy a Mikulás házhoz vitte, és gyerekek sokkal felszabadultabbak voltak, sokkal jobban kinyíltak, sokkal jobban oda húzódtak a Mikuláshoz, tehát ezzel is örömet tudtunk szerezni azoknak a gyerekeknek, és végül az olyan rendezvény még, ami a városrészt érinti, a karácsonyi, ami minden évben van, a karácsonyi rendezvényünk, ahol megint csak műsorra kedveskedtünk azoknak, akik eljöttek megtekinteni, akkor vendégül láttuk azokat az embereket, utána mindenki kapott egy ajándékcsomagot. Ja, és még amit közben volt előtte az adventi, tehát azt is egy hagyományteremtő szándékkal indítottuk el, és úgy néz ki, hogy minden évben meg tudjuk csinálni az adventi koszorúnak az elkészítését. A templom előtt a városrészi munkacsoport összeállított egy kis betlehemet, azt kitesszük a templom ajtóba, az adventi koszorúra minden hétvégén, ahogy jönnek az adventi vasárnapok, meggyújtjuk a gyertyát. Tehát azért látszik, hogy azért valami megindult a faluba is, nem mondhatom még, hogy az igazi, de azért megindult a faluba is. Na most még ami igazából az Egyesületnek is köszönhető, az ifjúsági háznak a belső része már teljesen elkészült. Most február 16-án lesz a közgyűlés, ahol ezt el is mondjuk mindenkinek, hogy használatba lehet venni. Egyik fele a konditerem lesz, a másik fele egy ilyen beszélgetéshez alkalmas kis terem, fűthető terem lesz, amit berendeztünk, az teljesen kész van. Ami még majd várat magára, az a külső része lesz. És még amit itt fontos elmondani, hogy a GAMESZ-nak a segítségével a hegyi munkák meg lettek csinálva, az utak le lettek tolva, volt olyan hegyi út, amelyik megszűnt, egy másikat kellett helyette keresni, amelyik eleve adott volt, de nem volt használható. Tehát ezt a GAMESZ kiépítette, használható, ki tudnak menni a hegyre, akkor az úgynevezett kontrabejárónál meg lett szélesítve az egész, a betonlapok föl lettek szedve, a hordalék, ami alatta volt sár, az ki lett szedve. Tehát ezek mind olyanok, hogy nem mindig látványos, de az érzi legjobban, aki arrafelé közlekedik. Na most itt még egy pillanatra csak visszatérve a Marcalihoz is, de ez szerintem bizére is érvényes, de inkább Marcalira érvényes a kátyúzás. Na most a kátyúzások megtörténtek a tavalyi évben is. Na most a kisbeszerzésen ki lett választva, ez úgy működik először kisbeszerzésen, ki lesz választva az a pályázó, aki a legkedvezőbb ajánlatot adja a kátyúzásra. Utána megkezdődik a kátyúzás, már nem úgy megy a kátyúzás, mint régen volt, hogy fogom, kiszedem, lapáttal beletömködöm és megcsapkodom, aztán rámegyek egy úthenger, vagy valami, azt a kész, nem. Most már ki kell tükrözni, ki kell vágni, ezt előtte az arra való szakember ezt megcsinálja, ezeket a méréseket megmondja, hogyan, merre, ezeket megcsinálják. Na most sok kritika éri a kátyúzásokat. Na most a kátyúzásokat el kell mondani azt is, hogy azt, amikor ez kész van, utána jön az ellenőrzési folyamat, amikor a megfelelő szakember kimegy, megnézi, hogy az a vállalt, a pályázati kiírásban vállaltak szerint lett-e elkészítve, és hát jelen pillanatban úgy lett elkészítve tavalyi is, hogy túl teljesítették a tervet, tehát magas, vastagabban aszfaltoztak, mint ahogy kellett volna, tehát erre is azt mondom, hogy az idei évben is már megkezdődtek. Most, ahogy mondtam, először azzal kezdődik, hogy a felmérések kezdődnek, megint csak a szakember kimegy, kijelöli pontosan melyiket, mekkorák, ezt ő szinte centiméterrel le fogja írni, és így. Na most ezzel kapcsolatosan megint az, hogy utak, járdák építése, ez mindig minden lakossági fórumon általában előjön. Azért itt is egy tévhitet el kell osztatni, hogy tehát aki nem ismeri, az könnyen mondja, hogy utat, járdát építsünk. Na most egy pár évvel ezelőtt volt olyan, hogy
adott az állam direkt arra pénzt, hogy egy-egy utat minden évben meg lehetett csinálni, egy-egy járdát föl lehetett újítani. Most ezek a pénzek eltűntek. Tehát ilyen pénzt az állam nem ad, ezt az önkormányzatnak kell a saját költségvetéséből kigazdálkodnia. Akkor megint megkérdezik a pályázati pénzeket, hogy miért nem pályázati pénz. Szóval annyi pályázati pénz van, igen ám, csak útfelújításra, járdafelújításra nincs egy fillér se. Tehát erre nem ad az állam semmit egy fillér se, tehát ezt mind az önkormányzatnak a saját költségvetéséből kell finanszíroznia. Tehát itt ez a legnagyobb baj. Képviselő úr, itt rengeteg feladatról, vállalkozásról esett szó. Amikor van szabadidőd, mivel töltöd a szabadidődet? Amikor van szabadidőm, ami kevés, hát inkább folyóirat, tehát úgy folyóiratokat, hogy inkább elektronikus formában a folyóiratokat töltöm. Azon kívül szeretek olvasni, tévét nézni, a sportot nagyon szeretem. Úgyhogy tehát nem unatkozok, soha nem unatkozok, tehát arra nem nagyon van idő. Még esetleg egy pár szót, hogyha megengednéd a jövőről, tehát az idei évről, mert azért vannak tervek, tehát azért azt nem mondtam, tehát itt, ahogy elkezdtük a Dózsa utcának a felújításával, a Lehel utcának a bővítésével, az infrastruktúra bővítésével, akkor az idén is megrendezzük a Várdombi délutánt Marcaliban. Idén is szeretnénk ugyanolyan karitatív tevékenységet, mint amilyenek voltak, akár a ruhaosztás, akár majd a télen meglátjuk, hogy hogyan lesz a ételosztás. Tehát minden ugyanebben szeretnék. De meg a másik az, hogy az egyéni problémákat szeretnénk megoldani. Na most egy kicsit a Bizei, egy nagyon picit hosszabb. Annyi, hogy ott az ifjúsági ház, amit az előbb említettem, a belseje kész van, a külső munkálataira ígéretet kaptunk, hogy tavasszal, ahogy kijön a jó idő, megkezdődik. Ott azt fogják megcsinálni, akkor a temetőparkoló... Az milyen forrásból fog elkészülni? Azt az egyesület... Nem, nem. Ott nagyon kevés az egyesület fogja finanszírozni, de ott nagyon keveset kell, mert ott le lett bontva a hátsó rész, tehát maga az anyag kell hozzá kevés, annyit, amennyi a Gamesznak a munkája kell hozzá, maga az emberi munka kell hozzá, azon kívül az anyagköltséget, ami még esetleg kell, azt az egyesületi pénzből lesz finanszírozva, tehát nem városrészi pénzből. Akkor ami még nagyon fontos, amit még nagyon fontos elmondani, és már húzódik nagyon régóta, és talán úgy néz ki, hogy most azért mind a két ügyben látjuk az alagút végén a fényt, a temetőparkolónak az elkészülése. Hát jelen pillanatban ott tartunk, hogy meg lettek iratva, a tulajdonosokkal alá lettek iratva, most már talán mindenféle törvényi akadály is elhárul, adminisztratív akadály elhárul, és meg lehet kezdeni majd a tervezőknek a kiválasztásával a temetőparkoló építését, ott is terveztetni kell, és akkor utána jöhet már a munka. Na most ugyanez van, a 68-ason megy keresztül egy árok, ami azért is fontos, az az árok, mert az vezeti le a csapadékvizet, ami lentről jön, föntről, a sár, víz, mindenféle hordalék, az vezeti el tulajdonképpen az erdőben. Na most ott is érdekes módon egy darabig, jó 100 méterig van egy árok, utána megszűnik az árok, és hát azoknak, akik ott laknak a két oldalon, azoknak nem nagy vigasz az, hogy majd elkészül, ők arra várnak, hogy készüljön el, mert sokszor mutattak olyan képet nekem, hogy bokáig jártak a vízben. Na most úgy néz ki, annak is a terve, megkezdődött a tárgyalás a tulajdonossal még, akinek a területére befolyna ez a víz, majd megkezdődnek a tervezési munkák, és akkor ezek is meglesznek már. A kerékpárútról, amiről beszéltem, meg a járda, hát ez egy 19-es, és még egy nagyon lényeges dolog, ami mindenkit érint, mert azért szerintem sokakat Marcaliban is érintene, de a városrészt főleg akkor, amikor 1 megabites sebességgel jön az internet, amit vállalt a Tékom, és az 1 megabit is körülbelül 0,3,
Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy csúcstechnika van ott kint nálunk a városrészben, és jelen pillanatban a kivitelezőnek a kiválasztása esetleg megkezdődhet, és a kormány szándékai szerint 2019. december 31-ig a szélessávú internetet mindenhova, és ebben most már bele lett véve Bize is, mert eddig valahogy a városrészek kimaradtak, és most ebbe a projektbe bele lett véve Bize is. Úgyhogy most már reménykedhetünk, hogy talán a szélessávú internet hozzánk is elér. Hát én a feladatokhoz nagyon sok erőt és kitartást kívánok. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Én is köszönöm, viszontlátásra.